Nagy élményben lehetett része a legkisebb, Békes Norbert által trenírozott karatékáknak. Március 26-án attól a karatemestertől vehettek leckét, aki majd a vizsgáztatás folyamán az értékelést adja nekik. Láthatólag a picik nagy örömmel és odafigyeléssel végezték a gyakorlatokat az edzés során. Norbi, a múlt héten egy komoly segítséged akadt egy karatemester személyében az edzésen. Ki volt ő, és milyen apropóból érkezett ide? Ő Krebsz János az én mesterem, 6. Danos. Ő a Magyar GK Karate Szövetségnek az elnöke, a szövetségünknek a főinstruktora, és egyébként pedig a Magyar Karate Szakszövetségnek, tehát az Összkarate Szakszövetségnek ő az egyik elnökségi tagja. És hát azért hívtam ide, mert szerettem volna, hogyha megnézi a gyerekeket, hogy mit csinálunk, hogyan haladunk, és hát a gyerekek a közeljövő nála fognak vizsgázni, és nem árt, hogyha előttem is látja őket, hogy hogyan haladunk, meg a gyerekek megbarátkoznak vele, megismerkednek. Hát hogyha a vizsgán találkoznak ilyen óvodások egy 6. Danossal, akit még életükben nem láttak, az... Hát nem biztos, hogy úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretnénk, ezért egy kicsit ismerkedtünk egymással. Bemutattam neki a csoportot, és ő adott további instrukciókat, hogy mit csináljunk. Hogyan fogadták a gyerekek? Mennyiben volt más ez a mostani edzés? Annyiban volt más, hogy a játék az nem kapott akkora szerepet, mint nálam szokott, kevesebb volt. Tulajdonképpen végig karatéztuk az egész edzést, karate technikákkal, ami ekkora gyerekeknek még megterhelő, főleg... kicsit pszichésen, és a figyelmüket eléggé erőteljesen igénybe veszi, és hát rengeteg új dolog volt, amivel ők még nem találkoztak nálam. Tetszett nekik, kicsit túl is pörögték a dolgot, nagyon lelkesek voltak már előtte, várták nagyon, hogy mikor jön. A gyerekek már teljesen rá voltak izgulva, hogy mikor találkoztatnak Jancsi bácsival. Ez egy egyszeri alkalom volt, vagy tervezett, hogy esetleg hisz megint karatemestereket, vagy oktatókat? Hát ez úgy volt egyszeri alkalom, hogy most először volt itt az én mesterem, és hát a közeljövőben mondom, jön egy vizsgára, az 1-2-3 héten belül megtörténik ez a vizsgáztatás, és hát így folyamatosan azért szereti figyelemmel kísérni azokat az embereket, akik a keze alól kikerültek, és azoknak a munkáját, és hát én nekem erre igényem is van, hogy ő engem figyelemmel kísérjen, és azt a munkát, amit én végzek. Létszám tekintetében hány főről beszélünk jelen pillanatban? Jelenleg 27-en vagyunk ebben a csoportban, és az edzésen 23-an voltak, akkor 2 hiányzónk volt, és azóta még 2-en csatlakoztak hozzánk. Tehát 27 fővel működik most ez a csoportom. Az elmúlt évben óriási siker volt a karate tábor, lesz ennek valamiféle folytatása? Én szeretném, hogyha lenne, a gyerekek részéről van igény. Az iskolában többen kérdezik, hogy mikor lesz, hogy lesz. Ez most tulajdonképpen itt az iskolán múlik a dolog, hogy lesz rá lehetőségünk újra megcsinálni. Esetleg, hogyha a nyáron a sportcsarnok tetőzetét cserélik, akkor ez hogy befolyásolja a dolgot? Tehát ez valószínűleg a közeljövőben ez is kialakul, hogy ez működik-e. De hát szeretnénk.